sziasztok! Zsuzsival fogunk ismételten beszélgetni, folytatjuk a interjú sorozatunkat. A mai nap folyamán kettő téma lesz, amit mi szét fogunk majd választani két videó keretébe. Akkor kezdjük is az első témával. Szia Zsuzsi! Hogy néz ki az új-zélandi munkaerőpiac általánosságban? Kezdjük akkor ezzel. Mennyire jók a munkakörülmények, mennyire figyelnek az alkalmazottra, milyen kedvezmények vannak, hogyha lehet így mondani. Például egy nagyon fontos kérdés sok esetben, hogy a szabadságokkal hogy tudnak az alkalmazottak ugye játszani. Csúnya szó, de erre ilyenek. Jó. Na, köszönöm. Szóval, jó, teszem sorba. Jó, szóval általánosságban azt kell mondanom, hogy szerintem jól bánnak a munkavállalókkal. Azt szerintem fontos itt is megint kiemelni, hogy angol száz kultúra, szóval sokkal jobban betartják a jogot, és mint a hülye gyereknek tudjátok, ez a kiírjuk a forró kávéra, hogy vigyázz forró, ne fogd meg, mert megéget, mert forró. Érted? Forró. És ez így jellemző itt a munkajogra is. Nagyon-nagyon védi a munkavállalót a munkajog, roppant nehéz valakit kitenni. Ez tényleg egy több hetes folyamat, tény Magyarországon is vannak különböző folyamatai, ha éppen betartja egy cég azokat a folyamatokat, de itt, hogy mondjam, itt sokkal komolyabban veszik, és itt tényleg tud fordulni a munkavállaló jogi segítséghez, és hogy figyelj, srácok, szerintem engem most csak úgy hip-hopra ki akarnak rakni, és ha ezzel úgymond befenyíti a munkaadóját, hogy ez történik, akkor az elég keményen elő tudják venni azt a céget. Szóval ilyen szempontból a jog az erősen tud működni. Ennek ellenére itt is vannak, hogy is mondjam, nem teljesen tiszta cégek, és itt ez mondjuk egy kicsit már át fog mosódni a következő résznek a sztoriához, a vízum. Szóval az egy érdekes, izgalmas dolog tud lenni, hogyha vízum által van valaki, szóval work visa-ban van valaki alkalmazásban, azért azt itt is kell tudni, hogy ezek ugyanúgy mindenki itt is ember, és ugyanúgy létezik az, hogy kihasználják ezt. Vagyis általában azért, akit így work visa-val vesznek föl, igen, merhetem állítani, hogy nagyobb százalékban alacsonyabb fizut kap, mint amit majd mondjuk, ha már rezidenciét megkapta a letelepedési engedélyt, akkor automatikusan megkapja végre, nem automatikusan, bocsánat, ha elkezd pályázni és egy másik cég fölveszi, akkor már esélye van azt a szintet megkapni, amit egy bármelyik másik új-zélandi itt élő emberke kapna meg. Szóval ez azért itt is megvan, és ugyanúgy, meg hát olyankor nehezebben ugrálsz te a popsidom, hogyha mondjuk az adott cég nem bánik veled korrektem, hiszen vízummal vagy itt, és tökre parázol, hogy most akkor tényleg engem tényleg ugyanúgy megvéde a jog, vagy nem, vagy egyetem most akkor pontosan, meg hát nem is ismeri az ember, hogy milyen lépéseket csináljon, szóval az ott egy nehéz szituáció, hogyha még akkor kerül esetleg, fog ki egy olyan vállalatot az ember, ami nem korrektül jár el. Ilyenkor is azt mondom, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, ugyanúgy lehet jogi lépéseket tenni, meg lehet munkát váltani, ez egy tök fontos dolog. Szóval attól, hogy work visa-val kijön valaki, lehet munkahelyet váltani. És ugyanúgy csak akkor átírják a munkahely nevét. Amúgy a visszatérve még a munkaerőpiac, itt jellemzően hogy mondjam, nagyon sok, azt kell érteni, nagyon sok a bevándorló folyamatosan jöttek, most már így múlt időben fogalmazom, de hihetlen sok a külföldi. A legtöbben UK-ből jönnek, Angliából, Dél-Afrikából, nagyon rettentő sok dél-afrikai van, India, Kína az rettenetesen sok, szóval nem azt mondom, hogy a fél ország kínai, de szóval tényleg nagyon sok a kínai. Japán még egy számottevő adag, és akkor a helyiek. És az egy ilyen, ez eleve egy ilyen érdekes dolog, hogy szóval hogy egy ilyen hatalmas, a világgal verseng az ember, amikor jön ide egy munkáért, és a munkaerőpiacra még ami jelző, hogy itt a trédik, akinek hívják a vízvezetékszerelőt, a villanyszerelőt, és hát szerintem nekik isteni dolguk van, arany életük, hihetetlen órabéreken dolgoznak, és szóval nekik nagyon jó, azt kell mondanom, és folyamatos igény van rájuk, de tényleg folyamatos, nagy cégeknél, magánzóba teljesen mindegy, de ők nekik kb. Biztos az életük, IT-ra van folyamatosan szükség,
Az IT kicsit azért más olyan szempontból, hogy például Magyarországon vagy Európában, hogy mondjam, a vasas, a szerverüzemeltetés, vagy ilyesmi is menő dolog, vagy megy, van rá igény. Itt Új-Zélandon például ez nem jellemző, minden cloudban van, nem, szóval nem jellemző ez a klasszikus összerakom a számítógépet, vagy szervező üzemeltetés itt helyileg, vagy hogy mondjam. De ebben nem én vagyok a professzionális, persze. De például vannak ilyenfajta különbségek. Könyvelők, pénzügyi terület, azt én azt láttam, hogy az is egy folyamatos igény. Abban ott van egy olyan jelenség, hogy mivel, hogy hát úgy léteznek ők nemzetközi vizsgák, és ameddig azod nincs meg, addig csak egy nagyon erős határ van például a bérezésben. Egy általános, mondjuk egy sima számlázós accounts payable, vagy valami hasonló munkakörű ember, ők általában egy olyan 40 és 60 ezer új-zélandi dollárt keresnek egy évben. És akkor, hogyha már megvan a vizsgád, ez az ACCA szokott lenni, amit általában elvárnak, akkor az egy hip-hop felugrik, és akkor 60 plusz fölé föl tudsz menni. Általában az attól függ, hogy milyen szintű pozíciót tudsz majd ellátni, és akkor az mehet bárhova, bármeddig, mondhatjuk így, hogy bármeddig, de anélkül kb. Esélytelen följebb lépned. Szóval addig ott kifoghatsz jó helyeket, meg team leader lehet, hogyha a nagyobb cégnél vagy, mondjuk egy Vodafone, vagy ilyesmi, és akkor lehet, hogy egy kicsit ott följebb mész, és talán a 80-as kategóriáig eljutsz, de a kész, megállsz. A tuti, hogy a fölén tuti nem mész. Ezek nélkül, a vizsgák nélkül. Mert nem is tudsz betölteni pozíciót egyszerűen e fölött. Akkor most gondolkozom, hogy próbálom ugye a szakmákat, és közben kérdezz nyugodtan. Ne csak egy... Jó, hajrá! A helyiek, az új-zélandiak, az odaszületett új-zélandiaknak a mentalitása. Hát más. Más. Szóval szerintem egyébként a munka életében lehet, a felnőtt ember munka életében azért sokkot kap, szerintem. Szóval Európában mi hozzá vagyunk szokva, na igen, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem. Szóval Európában versengés van, versenypiac van, mondjuk így. Ott neked ki kell hoznod magadból a legjobbat, hogy a céged profitábilis legyen, fejlődjön, nőjön, stb. Ez egy szigetország az Isten háta mögött, és nulla verseny. Szóval a mi szintünk az egy európai ember szintjéhez képest, ez itt nulla versengés létezik. És ez szóval, hogy itt ez benne van az ő munkamentalitásukban, és a sok, hogy mondjam, a minőségében is a munkának, hogy jó lesz az úgy, mert hogy Jancsi is azt mondja, hogy jó lesz az úgy, meg a Pistabá is azt mondja, hogy jó lesz az úgy, és így ez a figyelj, végülis megcsinálja, amit kellett. Végülis ellátja ezt a feladatot, ez a dolog. Akkor jó, de és akkor maximum egy kicsit hozzátákolnak, hogyha ott folyik mégis, és akkor hozzátapasztanak, most ilyen hülye példákat mondva. Szóval sokkal ilyen nem egyszerűen a színvonal alacsonyabb, nem tudom ezt szépíteni, alacsonyabb, és roppant egyszerű dolgok itt még nem léteznek, szóval akár recruitban is, de IT-ban is Máté is, meg az összes IT-s ismerőse Máténak azt tapasztalja, hogy tényleg egyszer le vannak maradva, szóval tényleg ők csak néha így hüledeznek, hogy egy wow, ti még mindig így csináltok valamit, vagy ezt a metodológiát használtok, amikor ez már 5 éve már lejárt téma Európában. Például most, amit kedvencem, ez az agile, itt most minden agile-on fut, de már mindenki ezt a szót használja, teljesen már eszeveszett értelmezésekben, és ez egy éves sztori, szóval, hogy ez nemrég kezdődött itt Új-Zélandon, amikor ez már Európában már tök régóta dübörög, szóval már nem azt mondom, hogy lezengett, de hogy, szóval ilyen vannak ilyenek, hogy ilyen trendek, azok ide ilyen sokkal később jönnek, és messze van. És az ilyen fura, messze van, és akkor igen, ezt tudjuk mondani, hogy hú, messze van, na, de hát itt az internet, szóval elvileg nincs olyan, hogy messze van. De mégis, és erre csak ezt tudom mondani, hogy nekem a kedvenc példám, és ez leírja mindent egyébként szerintem Új-Zélandban, és a munkaerőpiacot is, hogy abba kell belegondolni, hogy van egy sziget, ahol ki tud fejlődni egy olyan madárfaj, ami éjjeli madár, és nem tud repülni, rohadt nagy teste van, és van egy olyan hosszú csőre, hogy elesik benne.
ez a kiwi madár, és ez a szimbóluma. Szóval ez egy nonsens, hogy létezik egy éjjeli nem repülő madár, és ez miért, hiszen itt nem fejlődött ki ragadozó állatfaj. Szóval ezt szerintem így elmond erről az országról mindent, hogy itt basszus képes, ez a világon mindenhol ez az állatfaj, ez nem létezne, ez meghal abban a pillanatban, hogy hülye vagy, madár vagy, és nem repülsz, éjjel vagy. Ez nonsens. Na és itt ez is tud létezni, mert hogy ezért így ilyen, ez egy burong, ez egy bubble, kész. és ez így jellemző az egész a munkaerőpiacra, hogy úgy, amikor én például recruit cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy szóval én ahhoz szoktam, hogyha kiküldünk egy embert, és arra nem kapok reakciót, akkor azt én megkérdezem az ügyfelet, utána megpróbálom azért még egy kicsit elszélzelni, ha ő nem akarná behívni, átbeszélni, stb. Itt nagyon sok esetben ez annyi jön vissza, hogy hát nem őre gondoltunk. És akkor így, ja jó, akkor keresünk másikat. Na jó, de miért nem őre gondoltak? Hát ezt nem tudjuk. Akkor hogy keresel másikat? Szóval hogy honnan tudod? És hogy, mivel hogy nincsen igazából egyébként konkrétok, csak úgy érzésre azt mondja, hogy neki nem, egy másikat, hozz egy másikat, és így nem megy utána, nem teper ezerrel, hogy és ez itt jön be a másik, hogy az szerintem fontos itt a munkaerőpiac, hogy ez egy jóléti társadalom, és mivel nincs versenytársi helyzet, rohadt jólétben vannak, de tényleg, ezért tök nyugodtan megengedheti magának, hogy figyelj, tényleg jó lesz ez így. És így, szóval, hogy ez így nem tudom, egy kicsit ilyen lehet, hogy túl tágan fogalmaztam meg, hogy milyen a munkamoráljuk, kicsit olyan lazy, hihetlen mennyiséget időszánnak kávézásokra, ami számomra nonsens, szóval tökre emlékszem, és az Máté is mindegyik helyén, meg mások is ezt mesélték, hogy van hú, nagy projekt van, és most nagyon-nagyon határidőre dolgozunk, és bele kell húzni. Ez így mondjuk elhangzik 10 óra 5 perckor, és 10 óra 10 perckor kapsz egy kávé invitation-t a főnököttől, hogy na, akkor menjünk le egy órát kávézni, mert hogy most már futok sokat dolgoztunk, és így, de várjál, de beállítottam a fejemet így, hogy így, na akkor projekt van, teperni kell, és akkor én ilyenkor nem állok föl, hanem így végignyomom, és akkor mi most felállunk egy órára azért, hogy a csapat életünk jó legyen, szóval ez tök jó, de most így más a priorizációk, és így ezt most még kezdem megérteni, hogy így itt nem szabad izgulni, nem szabad túlpörögni, nem szabad azt a gyorsaságot hozni, mert részben tudják értékelni, de másrésztről fura nekik, szóval, hogy akkor így ez a milyen stresszelsz ennyit? Szóval, hogy olyan fura nekik, hogy így, hú, de milyen kis stresszes vagy, és így nem, csak szeretem csinálni a dolgomat. Szóval, hogy igen, ez egy ilyen, ők úgy mondják, ilyen, hogy laid back a kultúra, és ezt olvastuk is, például miatt jöttünk, csak nekem ez más jelent, és most már rájöttem, hogy ez azért ezt is jelenti, amit én annól mondjuk lustaságnak hívtam. Most már rájöttem, hogy nem feltétlenül kell lustaságnak hívni, hanem ez tényleg létezik kulturális szinten. Mennyire használják ki mondván az állami segítséget? Vannak ilyen olyan helyek, ilyen országok, hogy annyira jó támogatást kapnak az állampolgárok, hogy mondjuk nem éri meg nekik állani úgy mondván dolgozni, és nem is szeretném. Ez nagyon vicces, pont most múlt hét pénteken volt egy ilyen magyar anyukás vacsi, és ott beszélgettem egy másik anyukával, és ők már régebb óta vannak itt, és óvónőként dolgozik, és több helyen, mert több részét megismerte egy Oaklandnek, és mondta, hogy tényleg mindegyik nagyon más, és pont ővele beszélgettem erről, és hát ő nagyon sok családot ismert már meg így a munkája kapcsán. És nagyon kell tudni, hogy például a maoriak hihetlen mennyiségű támogatást kapnak, csak ki születési joga, mert hogy maori. És ugyanez igaz a Pacificekre, akik a környező szigetekről érkeznek, ők is kapnak egy típusú támogatást, meg szóval összességében egy szóval kihasználják itt is, mert például ő mesélte, hogy a férje egy ilyen sportcenter menedzser, és most a Covid miatt bezárt egy pár. És akkor ő neki viszont szüksége volt egy-két plusz emberre, és gondolta, hogy jó fej lesz, meg logikus lesz, és megkérdezi azokat a helyeket, ahol bezártak és leépítettek embereket, hogy hello srácok, nál átjöhetsz az én centerembe 3 utcával arrébb, vagy majdnem. Érdekel, de hát gondolta, hogy tök boldog lesz az illető, hogy wow, tök jó,
úgymond folytathatom a melót. És azt a választ kapta, hogy figyelj, tudnál majd szólni, amikor már lejár az izé, a támogatásom, amit a Covid miatt kapok, mert hogy aki leépít, az kap nem tudom hány száz dollárt hetente, és hogy ha dolgozom, akkor mit tudom én, 40 dollárra kapok többet, vagy 50-nel, és ez nekem nem méri meg. És inkább akkor lógatja a lábát 8 hétig otthon, és munkanélküli, mert hogy úgyis kapja a támogatást, most egy picit majd nem megy annyit el kávézni, mondjuk, és akkor most mi hova tekerjem? Szóval, hogy igen, kihasználják ezt a dolgot. Az tény azért, hogy azt láttam, például megint, amikor recruitban voltam, és így cégekkel, hogy ezt tudják nagyon jól a cégek, szóval, hogy mondjam, ez nagyon finoman volt mindig kezelve, megint csak mi vagy angol száz a kultúra, és azért nem illik olyat mondani, hogy fú, a maori ember lusta. De azért ilyen nagyon szép illedelmesen körbe lett ez néha táncolva, hogy bárhonnan jöhet az a jelentkező, és akkor inkább leírták a viselkedést, hogy mi az, ami náluk fontos, szóval, hogyha ez próbált egy kicsit profitábilisabb karakterű cég lenni, vagy versenyorientáltabb cég lenni, akkor azért leírta, hogy ő neki azért tényleg egy proaktív ember kell, aki akkor, ha éppen megcsinálta az adott feladatát, körbenéz és magától észreveszi a következőt, szóval tényleg nem kell minden egyes dologra szólni. Szóval ilyen ügyesen leírták, és akkor úgy meg is, én is meg, először nem értettem, nekem ez megint csak normális volt, aztán szépesen megtanultam, hogy oké, arról beszélünk, hogy vannak jegyek, amelyek bizonyos kultúracsoportokra jellemzőbb, és persze mindig van kivétel, de hogy igen, kihasználják. Kérdésem lenne, hogy említetted, hogy például egy könyvben olyan 60 ezer új-zélandi dollárt keresünk. Ez is majd egy témánk lesz, és majd hosszabban ugye elbeszélgetünk, de hogy ebből meg lehet élni új-zélandban? Egy személyként bőven, két személyként, akkor feltételezhetően a másik is keres valamennyit. Mondjuk legyen az, hogy keveset is keres, és mondjuk csak 40 ezeret keres, és 100 ezerből két fő megint csak tök jól van. Akkor jön be az izgalmas, hogyha gyerekek vannak, mert akkor evidens, ott már vannak plusz eltartottak, akik nem keresnek. És akkor itt már bejön az, hogy kinek milyen az életstílusa, mi, amit látunk most így, és akkor ez szerintem lesz válasz, hogy mi a három gyerekkel, és nem egy legolcsóbb házban lakunk, de nem is egy legdrágábban. Nekünk azért kell egy ilyen 100-120 ezer dollárt összeszednünk egy évre, ahhoz, hogy abból a mi életstílusunk, és mi nem szoktunk étteremben zabálni, vagy ilyesmi, szóval nem ez a össze-vissza szórjuk a pénzt, de nem is kell kuporgatnunk, szóval azért tök jó, szerintem jól megvagyunk, de és most meg tudunk félre is rakosgatni, igen. Szóval, hogy ez egy ötfős családnál, ami azért úgy jó, ha van. Szóval a 60 ezer az ettől függ, hogy hány gyereked van hozzá, merre fele vagy, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy egyedülálló anyuka vagyok, és három gyerekem van 60 ezerrel, akkor azért úgy az szűkös. És hogy látod különben, hogy szeretik a külföldi munkaerőt, most a vízumtól mindentől függetlenül? Vannak, tudják, hogy vannak olyan területek, ahol szükségük van rá, pont. Nem fognak innen helyi ember találni. Van fenntartásuk is, szóval azt is észrevettem, hogy azért tudják, hogy nagyon sok itt a külföldi, tudják, hogy hozzák a tudást is, meg a több tapasztalatot, vagy tágabb tapasztalatot, de nagyon sok rossz tapasztalatuk van azzal, hogy ide jön valaki, kap egy ajánlatot, az a work vízája, és ahogy megvan a rezidencia, dobbant az adott cégtől. Szóval, hogy van bennük egy ilyen fenntartás, hogy most ő csak kihasznál, vagy nem. Amire azt mondom, hogy másrésztről, ha meg nem adnál kevesebbet, akkor lehet, hogy nem dobbantana az ember. Szóval, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen oda-vissza játék, és ez a klasszikus, hogy most kiütött előbb, vagy a tyúk, vagy a tojás, de van bennük egy ilyen, meg nagyon sokszor van az, hogy tényleg én is egy csomó ilyen embert interjúztattam, aki csak így
beszélgetünk, és az elején még úgy adja elő, hogy igazából neki mennyire fontos a munka, aztán szép lassan kiderül, hogy igazából egyébként ő neki a férje, nem tudom milyen kereskedő, és anyuapu egyébként dúsgazdag, és már befizették úgyis ide az egyetemre, és egyébként igazából ő neki így is úgyis itt tud lenni, szóval nagyon sok ilyen is van, akiről úgy kiderül, hogy keres munkát, de egyébként azért ő nincsen megszakadva, szóval nem fog ő éhezni, ha nem lesz munkája, mert anyu, apu vagy bárki majd fizeti, mert ezt kell tudni, hogy nagyon sok bevándorlóit, gazdag családok küldik ide a gyerekeiket, indiaiak, kínaiak, rettentő sokan, és mert hogy a saját országukban nem olyan jó, és akkor evidens úgymond ide menekíti ki a gyerekét. És ezek a gyerekek, vagy fiatalok nincsenek rákényszerítve igazából a munkára, de sokan vannak. Szóval, hogy ez egy ilyen fura dolog, fura világ egyébként. Akkor hamarosan folytatjuk a következő témával, mert ugye kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondasz a külföldieknek, hogy mennyire egyszerű mondván munkát vállalni. Jó. Köszönöm szépen, és akkor hamarosan folytatjuk. Sziasztok! Szia! Oké! Okay. Szia!